Szűz, december, második fele. Hát mi van itt? A Merkur bolygó retrográd. Bizony, bizony. Erről lesz egy külön kis videóm. Mit lehet tenni ilyenkor? Mit nem? Mert nagyon-nagyon sok kérdés szokott jönni. Én azt mondom, hogy azért az ilyen nagyobb, értékesebb vásárlást az érdemes lebonyolítani most még novemberben. Szokták kérdezni, hogy vállalok-e külön ilyen személyes, spirituális útmutatást? Hát jelenleg nem, mert nagyon-nagyon elfoglalt vagyok. Egy tarot tanfolyam az még indulni fog most szombaton a kezdőknek. Na de nézzük, pozitív, negatív dolog és egy tanács. Pozitívum, pozitívum maga a mágus. Na hát ez igen, ez kell. Tehát ez egy varázslatos időszak, egy misztikus időszak, egy mágikus időszak. Ez maga a csoda. Tehát itt megtörténhet a csoda. Egyébként a Merkur bolygónak a kártyája, a Merkur a ti bolygótok. Hát ez zseniális. Valamilyen csoda történhet. Valami, egyébként a mágus, ő mindig tanul, ő mindig fejlődni akar. Tehát akár ilyenek is lehetnek a szüzek. A mágus azt üzeni, hogy mindenre képes vagyok. Mindent el tudok írni. És provokálhatjuk, tényleg. A gondolatainkat be tudjuk vonzani. A mágiát az életünkbe. Legyen az pénz, legyen az szerelem, legyen az siker. És itt a kettes ér még. Hát ezt kell tenni, amikor a Merkur retrográd. Megteremteni a harmóniát, az egyensúlyt. Az egyensúly az itt van. A bevétel és a kiadás, a vásárlás. Ezt kell tenni most. Tényleg ezt kell tenni. Valakinek azt üzenik ezek a kártyák, hogy jöhet plusz pénz valakitől. Ez lehet egy ajándék, ez lehet egy támogatás, szponzorálás, lehet ez egy új munka. De valamilyen plusz bevétel lehet itt. Tízes tűzenergiát kaptunk. Ránk zúdulnak a nehézségek. Karácsony előtt ez természetes, ugye? Mennyi mindent kell elintézni, de mennyi mindent. És otthon is főzni, most itt takarítani, és bevásárolni, és mindenkinek megvenni azt a bizonyos ajándékot. Tehát nehéz, nehéz, de bírni kell. Fogjuk is bírni, hiszen a mágus alatt jött ki. Na, hogyne? A mágus az profi. Az nem adja föl, az menetel a célhoz, hiába nehéz, hiába van nehézség, megoldja, megoldja. Tetszik nekem ez az energia. Ötös, nagy árkánum, itt a védőkártya, az egyik védőkártya, ez maga a főpap, tehát a fenti erők nagyon is szeretik a szüzeket. Védelmezni fogják a szüzeket. A templom is ide tartozik egyébként. A templom. Templom, ugye? Karácsonykor mehetünk a templomba. Persze. De nem csak karácsonykor, tehát ez maga a templom. A keresztelő is ide tartozik. A házasság is ide tartozik. Egyébként házasságot kötni lehet, amikor retrográd a Merkur, mert a házasságért nem a Merkur felel, hanem a Vénusz. A Vénusz. A támogatás, valaki támogathat minket, megkapjuk a támogatást, az áldást, a fenti áldást, meg valakitől, aki nagyon fontos nekünk. Legyen az egy családtag, legyen az szülő, ugye, az áldás valamire. Tízes, még egy tízes, jaj, de jó, ez viszont kejhek, ez viszont maga a boldogság. Na ez az az igazi boldogság, ez az az igazi tipikus karácsonyi kártya, amikor összejön a család, a családkártyája, amikor mindenki boldog, amikor megvan a béke, amikor megvan a szeretet, amikor úgy elönti az az igazi béke, boldogság, az a karácsonyi béke, boldogság, az egész testünket, a lelkünket, az ajándékok, 10 darab kehely, 10 darab ajándék,
Tipikus karácsonyi kártya. A boldogság, az ajándék, az öröm, a család, maga az élvezet. Megyünk tovább. Ötös. Nagyon jó, hogy ez az ötös a pozitívumra jött ki, mert egyébként szúros kártya, nem jó kártya. Levegő energia, egyébként, levegő energia, az ellenség ide tartozik például. Békülés, kibékülhetünk például valakivel, valakikkel, a vérrokonokkal, mert a kelyhek mutatnak vérrokonságot, jó? A békülés az itt lehet. Lehet, hogy valakivel már régóta össze vagyunk veszve. Akkor itt a lehetőség kibékülni, de legyőzni az ellenséget. Elsősorban ezt üzeni ez a kártya. Nagyon tetszik nekem ez a pozitívum, de nagyon tetszik. Negatívum, mi az, amit el lehet kerülni? Egy kis figyelmeztetés, egy kis tanács. Kilences, ez a ti kártyátok. Szűz, hát ez maga a remete. Valami kitudódik, valamit megtudunk. Nem biztos, hogy örülni fogunk ennek. Tényleg a szűz az a bizonyos Sherlock Holmes. Ha valamit meg akarunk tudni, ezt már mondtam, akkor igenis a szűzekhez érdemes fordulni. Megtudják. Megtudják a titkot. Fényderítenek valamit. Na, mi lehet itt? Mi lehet itt még? 18-as, ó, micsoda kártyák, és ez is maga a titok, a hold. Kettő darab titok, ezt is itt hagyom azért. Kettő darab titok, főleg teli holdkor, például valami kitudódhat. Tehát valamit megtudhatunk. Van a háttérben valamilyen titok. Valami van, amiről nem tudunk. Óvatosan, mert a kártya pokli alján ott az ördög, jó? Nehogy belesétáljunk ebbe az ördögi csapdába. Ott a csapda. Jó? Tehát nem írunk alá semmilyen szerződést. Semmit, amikor retrográd a Merkur. Semmiféleképpen. Jó? Nem kezdünk új dolgot. Nos, megyünk tovább. A valamitől félhetünk is, mert a félelem is ide tartozik. Az édesanyánk is például ide tartozik, az otthonunk is ide tartozik. Ezzel kapcsolatos lehet a titok. Lehet az édesanyánk férhez akar menni még egyszer, vagy még egy gyermeket szülni. Hát ez is benne van, ugye? Nos, hetes, kelyhek, az illúzió, az ide tartozik. Ez a bizonyos rózsaszín világ. Ez a bizonyos rózsaszín köd, ez a bizonyos rózsaszín szemüveg. Nagyon sokat, sok ajánlat jöhet. Nem biztos, hogy tisztességesek, nem biztos, hogy nyereséges. Vagy ugye a kehely, az maga az érzelem, a szerelem is ide tartozik. Lehet, hogy ott valami van a háttérben. Tehát ezt üzenik a kártyák, hogy azért érdemes felébredni ebből az álomból. Valami van a háttérben. Érdemes megtudni. Megyünk tovább, és csak kijött az ördög megint. Jó? Tehát ott az ördögi csapda. Óvatosan, nehogy belesétáljunk. Jó? Bármi lehet ez. Ez lehet párkapcsolat, ez lehet egy üzlet, óvatosan. Az alkohol ide tartozik, tehát a függőség, tehát belesétálhatunk a saját csapdánkba. A függőség ide tartozik, akár az alkohol, akár a szerencséjáték is ide tartozik. Óvatosan, akár a cigaretta, ugye? Óvatosan. Ugye az alkohol ide tartozik, és most többet fogyaszthatunk, és lehet, hogy ez lesz az a bizonyos kellemetlen dolog.
Butasságot csinálhatunk, butasságot mondhatunk ilyenkor. Kilences, és megint kelyhek. Érzelem, az érzelem. Az érzelmi világunk most itt a központban van. Valaki vagy valami elszomoríthat minket. Egyébként a kelyhekhez hozzá tartozik a méreg is. Jó? Tehát például a gyógyszerek. Óvatosan. Óvatosan. De magába ez a kártya, ez a kelyhek kilencese azt üzené, hogy igenis elégedett vagyok az életemmel. Igenis teljesültek az álmaim, a vágyaim, és lehet, hogy ilyen állapotban leszek. Jönnek a lehetőségek, beleugrok, és közben, tehát azt várom, hogy na, itt a lehetőség is teljesül az álmom, és az egy csalóka lesz. Az egy illúzió lehet. Jó, ez egy nagyon jó kis figyelmeztetés. Várjunk, várakozunk. Nagyon jó ez a retrográd időszak. Keresgélni, a megfelelőt megtalálni, kutakodni, de cselekedni majd január 5-e után. Aha, ez viszont karmikus kártya. Komoly, komoly üzenet valakinek. Valakinek le kell dolgozni még a karmát. Vannak ott még valamilyen szálak, elvaratlan szálak, valami van még. Karmikus kártya, ez olyan dolog, amit nem tudunk befolyásolni. Kész, ez van. A másik, amit szeretnék mondani, ha netán belesétálunk ebbe az ördögi csapdába, akkor ez a kártya azt üzeni nekünk, hogy ne marjuk magunkat, jó? Hogy miért ezt tettem, miért kellett nekem oda elmenni, miért mentem bele ebbe a kapcsolatba, tehát ami történt, megtörtént, jó? Tehát nem jó saját magunkat marni, semmiféleképp. Megyünk tovább, na plusz kártyát húzunk, egyet a pozitívumra, még egyet a negatívumra. Na nézzük csak, hogy mi lehet itt még. Pozitívum, jó? Ezt az ötöst megnézzük. Ugye az ellenség oda tartozik. Mit akarnak tőlünk? Ugye a kard az maga az írás, nem mi írunk alá semmit. Várunk. Kettő darab kártya jött, jó, hát akkor legyen kettő. Az egyik csodálatos. Ez maga az ász, a ti energiátok, föld energia, ez maga az érmék, ez az egyik Jolly Joker, ez maga a pénz, valamilyen lehetőség itt van, valamilyen ajándék, értékes ajándék, ez érték, ez nagyobb ajándékot mutat, nagyobb pénzt szokott mutatni ez a kártya. De hát a karácsony az ilyen, ugye, itt azért nagyobb dolgokat szoktunk venni, kapni, ez érték. És van egy nyolcasunk, viszont még pozitívumot nézünk, van itt valamilyen korlátozás, valami vagy valaki minket korlátozhat. Korlátozhat. És az ördög is egyébként olyan, ő korlátoz minket, tehát ettől meg kell szabadulni. Megszabadulhatunk-e? Igen, ott a mágus, azzal kezdtünk. A legelső kártya, tehát ő kihat az egész kirakásra, tehát a pozitívumra és a negatívumra is. És a mágus, még egyszer mondom, azt üzeni, hogy én képes vagyok megbirkózni a problémákkal, legyőzni az ellenséget, legyőzni a toxikus dolgokat, legyőzni ezt az ördögöt, jó? Akár a saját ördögömet, ami bennem él, le tudom győzni. Jó? Tehát ezek a kis ördögi dolgok, amik bennünk vannak. Legyen az túlzott evés, túlzott ivás, agressziótól kezdve, tehát bármi, ami negatív. Tehát az rombol. Az rombol. Még ha nem is akarunk tőle megszabadulni, akkor is az rombol. Tehát ez az igazság, és ezt mindenki tudja egyébként. Negatívum. Megnézzük, jaj, nézzük már meg azokat a titkokat, hogy mi lehet ott a háttérben. Én is kíváncsi vagyok a titok. Oppa, van egy harc, van egy konkurencia. Valami van a háttérben, jó?
Ez általános kirakás, tovább nem is megyünk, nem is érdemes tovább kutakodni. Ha valami van, harc, harc. Valakikkel harcolnunk kell. Valamiért. Valakiért. Van ott valamilyen harc. Valamilyen konkurencia azért ott van. Nos, az orákulum, mutatom a dobozkát, mert szokták kérdezni. Fontos üzenet. Fontos üzenet jön. Kifejezés. Hát mikor, ha nem most, ha nem karácsonykor, fejezzük ki magunkat. Mondjuk el a szereteinknek, hogy mennyire értékesek nekünk, hogy mennyire szeretjük őket, hogy mennyire kellenek ők nekünk. Vagy nekünk valaki vallomást fog tenni, bármi, lehet az egy szerelmi vallomás, lehet, hogy a munkahelyen megdicsérnek, hogy már pedig milyen ügyes voltál, egész évben dolgoztál, és számíthattam rád. És a pillangók, itt vannak a pillangók. A pillangók az új élet, az új év új élettel kezdődik, új lehetőségekkel. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kellemes ünnepeket kívánok. Sziasztok!